Sziasztok! A mai videóm témája az ecsetek lesznek, ugyanis úgy döntöttem, hogy készítek egy ilyen utánzatos, nem utánzatos videót, mivel nagyon sok helyen látok olyan ecseteket, amiket kihirdetnek bizonyos ecsetek utánzataként, és ez nem feltétlenül igaz rájuk, úgyhogy szeretném elmondani az én tapasztalataimat, hogy valóban hasonmás-e az, amit hasonmásnak adnak el, vagy esetleg másik alternatíva alkalmasabb lenne erre. Ehhez szeretném kifejteni, hogy a saját tapasztalataimat fogom elmondani, a saját véleményemet, lehet, hogy más máshogy tapasztalta, de úgy gondoltam, hogy mivel nekem megvannak bizonyos ecsetek bizonyos márkától, és megvannak a hasonmásnak kiáltottak is, ezért érdemes lehet őket bemutatnom együtt, hogy hát, ha ti hasznosnak találjátok, és ez alapján tudtok rendelni, hogy az eredeti mellett döntsetek-e, vagy esetleg a hasonmást vásároljátok meg. És hát itt sorakozik nagyon-nagyon sok ecset. Igyekszem elmondani, amelyikről tudom, hogy mennyibe kerül, de amelyikről ezt így hirtelen mondjuk nem jut eszembe, mindegyikhez szeretnék lentre linket tenni nektek, hogy hol vásárolhatjátok meg és mennyiért. Szerintem csapjunk is bele. Az első ecset egy nagyon-nagyon híres ecset, amely ugye az egyik legnépszerűbb ecsete a Sigmának. Egyébként ugye elvileg a Sigma ecsetek már megutánzatok, de nekem megecsetem nincsen, ezért a Sigmából fogok kiindulni. És itt van a Sigma Flat Kabuki F80, tehát az F80-as lapos fejű ecset. Egyébként rajtam van, hogy Made in China, azon mosolyogtam az előbb. Ezt én egyébként a Sigmától kaptam tesztelésre, és hát nagyon sokan használják alapozásra, mert kellően tömött hozzá, ugye jól bele lehet körkörös mozdulatokkal dolgozni a bőrbe a terméket, nagyon-nagyon puha, egyébként szintetikus ecset, sokan mondják, hogy nehezen mosható, de az én mosási módszeremmel nem volt problémám, ehhez is teszek majd linket a leíráshoz, hogy hogyan is mosom az ecseteimet. Egyelőre bejegyzés van róla a blogon, de szeretnénk majd videót is készíteni róla. Itt szeretném elmondani, hogy ezt az ecsetet egyébként Dalma is összehasonlította az utánzattal, úgyhogy az ő videóját is linkelni fogom alulra, illetve Fru is beszélt az ilyesmi ecsetekről az egyik videójában, tehát az ő videóját is meg fogjátok ott találni. Én viszont most szeretném megmutatni azt az IBS ecsetet, amit kifejezetten arra a célra rendeltem meg, hogy összevessem ezzel a Sigma ecsettel, és mint láthatjátok, így kinézetre nagyon-nagyon hasonlítanak, hogyha pontosan összerakjuk, azért kiderül, hogy a másolatnak hosszabbak a szálai, egyébként sokkal könnyebb is a másolat, tehát valószínűleg nem annyira jó fából, hanem lehet, hogy műanyagból van a nyele. És a fejük egyébként nagyon hasonló, mind a kettőnek tömött, laposra vágott szőrszálai vannak, viszont az utánzat nem annyira tömött, mint a Sigma, az eredeti. Most megpróbálom ezt nektek is megmutatni, nem tudom, hogy ezt mennyire fogja szemléltetni a videó, de egyszerűen máshogy viselkednek a szálak, máshogy ugranak ki a kezem alól is, tehát nem annyira tömöttek, de ettől függetlenül ugyanúgy használható akár alapozóhoz is, én viszont ugye kézzel alapozok, tehát ezeket a termékeket én pirosítóhoz, illetve krémpirosítóhoz szoktam használni, erre nagyon-nagyon beváltak. Na most ez egy elég jó utánzat, de mégsem annyira tömött, mint a Sigma, és van itt nekem alternatívám, amelyik viszont van olyan tömött, mint a Sigma, ez a Coastal Sense-nek a Flat Bionic, valami ilyesmi nevű ecsete. Ezt egyébként a 22 darabos ecsetkészletben kaptam, viszont külön is megvásárolható a Makeup Plaza-nál. És hát ez ugyan hosszabb szálú, meg más színűek a szálak, meg akármi, de a tömöttsége ennek jobban hasonlít a Sigmára, viszont még a Sigmánál is sokkal-sokkal puhább. Tehát ez a legeslegjobb ecset ezek közül szerintem. Nagyon-nagyon szeretem, 2500 forint egyébként a Makeup Plaza-nál, szintén ugye én krémpirosítóhoz és pirosítóhoz szoktam használni, de még régen, amikor nem kézzel alapoztam, illetve használtam a színezett hidratálót, akkor használtam alapozóhoz is, és ahhoz is bevált, úgyhogy ez egy nagyon jó alternatíva lehet erre. Na most, van itt még hasonló ecset egy másik márkától, és akkor itt majd a kettőnek azonosak lesznek a hasonmásai. Ez a hasonló ecset a Real Techniques-nek a, mindjárt mondom, Buffing Brush. Őt egy készletben lehet megvásárolni, azt hiszem 8000 forint környékén van a készlet, és 4 darabos, tehát tegyük, hogy ez 2000 forintba kerül, és hát viszonylag egyenesre van vágva, de mégsem annyira, mint ugye a Sigma, tehát ez alapján már jobban használható a szeme alá is, akár korrektor vagy púder felvitelére, illetve a pirosításhoz is alkalmasabb lehet. Egyébként én úgy vettem észre, hogy az újabbakat még kerekebbre vágják, de ezt csak képeken láttam, úgyhogy nem tudom alátámasztani, nekem már nagyon rég megvan ez az ecset. És hát ez nem annyira tömött, mint a Sigma, és inkább úgy mondanám, hogy máshogy puha. Én jobban szeretem, hogy őszinte legyek. Az jobban tapad így a körkörös mozdulatok közben, például alapozónál, ez pedig jobban siklik a bőrön, tehát én jobban szeretem ezt az érzetet. És
Ennek és a szigmának mondanám én mind a kettőnek esetleg, hát lehetséges hasonlásának a Real Technique hasonlásként emlegetett IBS ecseteket. Ezek ilyen 6-700 forintos ecsetek. Ez hasonlít a legjobban a nekem meglévők közül, ugyan ferdére van vágva, de egyenesre van vágva, a szintetikus szálakból áll, viszonylag tömött, de teljesen más, hogy hajlanak a szálai, mint a Real Technique szálai. Megint megpróbálom megmutatni, de valószínűleg a videó nem adja vissza. De olyan, mint a, amikor söprünk, hogy van az a nagyon merev szálú söprű, ami így ellövi jó messzire a koszt, és igazából nem lehet vele jól söpörni, meg van az, amelyik jól seper, mert hogy nem lövi el, hanem tényleg a lapátba tudjuk vele tenni. Ezt az érzetkülönbséget tudom elmondani. Tehát ennek viszonylag rugalmas, nem annyira kiugrósak a szálai a kezem alól, ennek viszont ilyen nagyon merev és ugrálósak a szálai. Tehát ezzel kicsit nehezebb dolgozni, viszont gyakorlásra ugyanolyan jól alkalmazható, mint a Real Techniques, viszont érzetre abszolút nem mondanám hasonmásnak. Tehát az, hogy hasonlít a nyíl, az még nem azt jelenti, hogy ez egy hasonmás, és valóban az lenne. Egyébként ebből a márkából, illetve márkából, szóval az eBay ecsetek közül megvan még egy ilyen kerekített fejű ecset is. Ez nagyon jó, hogy tényleg kerekítve is van, tehát abszolút jól lehet vele alapozót eldolgozni, krémes pirosított, illetve porállagú termékeket is. Ugyan púderezésre nem ajánlanám, mert ahhoz túl tömött, meg pici a feje, de például a szem alatti karikákra alkalmazott korrektornak a fixálására ez ideális lehet. Na most a következő ecsetünk legyen a Real Techniques-nek a Multitask Brush nevű, tehát a többféle feladatra használható hiper-szuper ecset. Egyébként az egyik kedvencem, a másik a pirosító ecset tőlük, de most ezzel fogunk foglalkozni, mert az ő hasonlásait fogjuk keresni. Ez egy nem annyira tömött, hanem teljesen jó kis puderezésre is alkalmas, tényleg olyan ecset, ami puderezésre, akár kontúrozásra, hogyha ügyesek vagyunk, illetve pirosításra is alkalmas. Teljesen ideális, nem annyira nagy a feje, mint a púderecsetek többségének, ezért esetleg akinek kisebb a bőrfelülete, vagy kisebb arca van, annak is hasznos lehet. A világ egyik legjobb ecsete, tehát nekem ez az abszolút kedvenceim közé tartozik. És hát az előbb említett Real Technique hasonlások között nincs olyan, ami erre hasonlítana, mert azok sokkal merevek, szálúak és tömöttebbek, tehát valóban erre nem találunk ott hasonmást. Találunk viszont egy másik IBS ecset személyében, amelynek ugyan másmilyen színűek a szálai, de ez az, amelyik tudja ugyanazt a puhaságot nyújtani, ugyanazt a fajta flexibilitást a szőrszálaknál, ugyanannyira tömött körülbelül, kicsit ugyan lapítottabb a feje, de ugyanúgy használható mindenre, tehát én púderezésre is szoktam, kontúrozásra, pirosításra, de erről már ugye szó volt az alapozásos videónál is. Nagyon-nagyon jó, megpróbálok hozzá most aktuális linket keresni, ugyanis 3 dollárba kerül, míg ez az ecset mondjuk olyan 3200 forint környékén van emlékeim szerint. És ami még nagyon jó hasonlása, bár nagyobb fejű, viszont ugyanaz a puhaság, ugyanaz a tömöttség, ugyanaz a flexibilitás, rugalmasság, az Ébelin ecsetek. Ugye én ezt kifutóként vettem féláron a DM-ben, de ahogy így csomagoláskon keresztül láttam, az új ecsetnek is ugyanilyenek a szőrszálai, csak a nyíl változott meg, tehát ezt is meg tudjátok esetleg vásárolni 2000 forint környékén, ugyan nagyobb fejű, de nagyon-nagyon érdemes kipróbálni, mert annyira jó puha, és púderezéshez és pirosításhoz biztosan tudjátok ti is alkalmazni. Illetve még az Ébelinnek szintén ugye a kis kontúrozó, pirosító, ferdefejű ecsete. Úgy mondom, ugyanez, hogy csak a nyíl változott, és a szőr ugyanolyan maradt, amennyire csomagolás alapján ezt látom. Végezetül pedig a Sigma egyik híres neves ecsetét, az E25-ös satírozó ecsetet fogjuk megvizsgálni, hogy vajon vannak-e hasonmásai, és vajon tényleg hasonmás-e az, ami annak tűnik. Ez ugye egy szemre való ecset, amelyet már valószínűleg jól ismertek mindenféle videókból és blogokból. Kicsit lapított, de amúgy kerekített feje van, elég jól tartja a formáját, tehát tökéletes arra, hogy a mélyítő vonalban dolgozzunk vele. És itt elsőként megemlítenék egy olyan Coastal Sense ecsetet, amely nagyon úgy tűnik, hogy hasonmás, ez a 250-es szerintem, ez a 25-250 sem véletlen, és úgy egyébként formára, méretre, szőrre, mindenre hasonlít erre az ecsetre. Ha jól emlékszem, 1600 forintba kerül a Makeup Plaza-nál egyébként, viszont sajnos úgy jártam bele, hogy 2 példányom van belőle, és ez a tökéletes példány, ezzel semmiféle problémám nincsen. A másikban viszont van 2 olyan szál, csak nem tudom beazonosítani, hogy melyik, amelyek kifejezetten karcolják a szemhéjamat, és ez sajnos nem egy megengedhető dolog, hiszen a szem körül nagyon érzékeny a bőr, és nagyon zavaró lehet, hogy ott karcolgatjuk, és akár ki is pirosodhat ettől. Úgyhogy ezt sajnos nem ajánlom erre a célra. Van itt még egy olyan ecset, illetve 2 is, amelyeket az eBay-ről
rendeltem, és hát ugye ez volt az, amelyik úgy tűnt, hogy majd a hasonlása lesz a Sigmának, de ha megnézzük, eszméletlen nagy a különbség méretben köztük. Egyébként a forma, a tömöttség, a lapítottság, a szőröknek a puhasága minden stimmel, tehát amúgy tudom ajánlani ezt az ecsetet, csak lehet, hogy ez már bizonyos embereknek túl nagynak bizonyul a szemére, viszont akkor esetleg el lehet használni a szem alatti karikák púderezésére, csak ugye, hogyha nem erre rendeljük, ez csalódást okozhat. A másik pedig, amely képek alapján szintén hasonlónak tűnt, hiszen fehér, ez az ecset, ez viszont jó alternatíva lehet annak ellenére, hogy másmilyen formája van, hiszen nem lapított, hanem kerekített, mert amúgy a szőr nagyon-nagyon puha, ugyanúgy tartja a formáját, tehát nagyon jó kis másik lehetőség lehet, és $3 került körülbelül. Aztán van itt viszont két olyan ecset, amelyek úgy elsőre nem tűnnek annak, tehát nem tűnnek hasonlásnak, más színű a szőrük, teljesen más márkáról van szó, viszont nagyon hasonlítanak erre az ecsetre, és az első, amelyet megemlítenék, a Coastal Sense-nek a Smoky Eye szemre való ecsetekből álló ecsetkészletéből való kis barnaság. Ha megnézitek, nagyon hasonlít a lapítottság, a méret, minden, és nagyon-nagyon puha. Nem tudom, hogy ez milyen szőrből van, nekem szintetikusnak tűnik, de ugyanúgy jól tudok vele dolgozni a poralagú termékekkel, ugyanúgy odafér a mélyítővonalban, ahogy ugye a kis fehérkével, és a tökéletes hasonmás szintén Coastal Sense, és 1100 forintba kerül a Makeup Plazánál, én mindenképpen fogok még belőle rendelni majd, hogyha úgy hozza kedvem, mert ecsetből sosem elég, ugye? És ha megnézitek, lapított, ugyanakkor a méret, ugyanúgy kerekített, egy kicsit ugyan pufinnak tűnik, de ezt szerintem csak jobban föllazítottam itt a nagy fogdosásban, mert amúgy ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, ugyanúgy puha, ugyanúgy tartja a formáját, ugyanakkor a tényleg a mérete, úgyhogy ha szeretnétek egy valóban hasonmást, amely ugyan nem annak tűnik, akkor ez az ecset az, ez egy N06-os ecset, majd mindenképpen teszek linket a leírásba is hozzá. És végezetül még pár másik kedvencemet szeretném megmutatni, amelyek ugyan nem hasonlítanak erre a bizonyos Sigma ecsetre, viszont ugyanúgy használhatok mélyítővonalban meg egyéb helyeken a satírozásra, és ezért érdemesnek tartottam őket megemlíteni. Az első az a BH Cosmetics-nek egy esete, amely az ő honlapjukon egyébként $3 kerül, tehát elég olcsó ecsetről van szó, viszont a szállítási díja kell számolnotok, viszont a Pink Pandánál is megrendelhető, és úgy láttam, hogy most akciós, tehát érdemes ott körülnézni. Viszonyításképpen megmutatom, hogy azért jóval nagyobb méretről van szó, mint a Sigma esetében, de én ezt nagyon-nagyon szeretem satírozásra használni, olyannyira, hogy 5 példányom van belőle. Aztán van itt egy eBay-es $3 verzió, amely egy kicsit kisebb, mint a BH Cosmetics, és kicsit tömöttebb. Nagyon tudom ezt is ajánlani, remélem, hogy találok hozzá aktuális linket nektek. És szintén eBay-es 12 darabos ecsetkészletes ez a kis kerekített verzió, amely ugyan flexibilisebb, mint az eddigiek, de én ezt is nagyon jól tudom alkalmazni a festéknek az elsatírozására. Ugye akár tisztán is lehet, hogy a széleket eldolgozzuk, akár bőrszínű szemhéjpúderrel. Aztán egy ugyanilyen forma még az Ecotools 5 darabos ecsetkészletének a darabja, ezt is tudom ajánlani, ez szintetikus és teljesen környezetbarát. Van itt még egy e.l.f. ecset, a Professional Blending Eye Brush, amely nekem inkább a satírozó ecset és a ceruza ecset közötti átmenetnek tűnik, de nagyon szeretem, természetes szőrből van és rendkívül puha. És az utolsó, az egy meglepő forma, a Makeup Plazánál kapható ez is, hiszen Coastal Sense ecset, a neve Angle Blender, C419-es, és hát ilyen lapított, ferdére vágott ecsetről van szó, viszont rendkívül jól oda lehet férni a kívánt helyekre, sőt én arra is nagyon szeretem alkalmazni, itt a külső V-nél megadjam a megfelelő formát az én szememhez, és meglegyen a sminknek a határa, úgyhogy őt is nagyon tudom ajánlani, szerintem szintén 1100 forint környékén van, és természetes szálakból készül egyébként. Ennyi lett volna tehát az ecsetes, hasonmásos, illetve egy kicsit kedvencekbe átmenős videó, remélem, hogy hasznosnak találtátok azért. Mindenképpen gyertek a blogra is, mert ott is folynak az események, és kérlek titeket, hogy a megjegyzéseknél egyrészt a kedvenc ecseteitekről írjatok nekem, másrészt pedig a következő videók témájához adjatok ötleteket. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, ne legyen nagyon szép hétvégétek. Sziasztok!